Egyre zajosabbak a nagyvárosok hazánkban. A legfrissebb felmérés szerint a főváros torony magasan vezet, Budapesten a legzajosabb az életünk. A ricsaj hatással van az egészségünkre, a munkánkra. A zaj szennyezésről beszélgetünk Béres Andrással, a Herman Otto Intézet ügyvezetőjével. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kezdjük azzal a triviálisnak tűnő kérdéssel, hogy hogyan lehet mérni a zajokat bárhol? Gyakorlatilag erre alkalmas szabvány van, alkalmas mérőműszerek vannak. Ezzel jellemzően adott időpillanatban, adott helyszínen valamilyen konkrét zaj hatást keltő, vagy zaj hatást okozó tevékenységnek a környezeti hatásait lehet mérni. Ugye a bevezetőben azt mondtuk, és Attila azt mondta, hogy a legfrissebb felmérés szerint Budapest torony magasan vezet, és egyre zajosabbak vagyunk. Ugye a legutóbbi felmérés, ha jól tudom, az 2007-ben készült, ahhoz képest ugye eltelt 12 év, mennyivel lettünk zajosabbak? Ennek nehéz megadni a mértékét, és talán nem is lehet ilyen egyértelműen megfogalmazni, hogy mindenhol és minden napszakban nőtt a zaj. Ugye, ami most elkészült, az a 100 000 fő fölötti települések, illetve agglomerációk stratégiai zajtérképe, települési stratégiai zajtérképe. Ez stratégiai zajtérkép, tehát hosszú távon, ez gyakorlatilag a szó magában rejti a célját ennek a térképnek, hogy hosszú távon legyen vizsgálható és tervezhető egy-egy településen a zajhatás, az érintett településeken, ahol ezt el kell készíteni, és azért gondolom, hogy nem egyértelműen fogalmazható meg, hogy mindenhol és mindig nőtt a zajterhelés, mert a különböző településeknek a stratégiai zajtérképe azért tükrözi azt is, hogy esetenként a közlekedési zaj csökkent, nagyon sok helyen, erre Pécset hoznám példaként, illetve ezeknél a zajtérképeknél a vasúti közlekedés zajhatását is vizsgálják, meghatározzák, és ezen a területen is javulás tapasztalható. Több fontos részt is említett már, mondjuk vasúti közlekedés vagy közúti. Mik azok, amik fontosak, még milyen zajforrásokat? Magas stratégiai zajtérképek három nagy forráscsoportra készül el. Egyrészt a közúti közlekedés környezeti zajhatásaira vonatkozóan, a vasúti közlekedés zajhatásaira, illetve a légi közlekedés kisebb repülőtérek zajhatásaira. És van egy negyedik csoport, ez az egységes környezethasználati engedélyen rendelkező ipari létesítmények zajkibocsátását vizsgálják. Ugye a lakóterület az inkább az első kettő környékén van, mert a reptér is, hát az kevésbé lakott terület, bár mondjuk ott Pest-Lőrinc környékén erről tudnának vagy mesélni, Vecsésen, meg mondjuk Vecsésen is. Hogyan lehet ezt mérni? Nagyon fontos, hogy ez a stratégiai zajtérkép nem mérés alapján készül, hanem a közlekedéssel, a vasúti közlekedéssel, az ipari üzemek kibocsátásaival és egyéb jellemzők figyelembevételével egy modellezésnek az eredménye. Nem egy konkrét adott időpillanatban, lokálisan lehet értelmezni a vizsgálati eredményeket, hanem nagyon nagyobb területet érintő és hosszabb időtávra terjedő zajhatás, zajszintet határoz meg maga a módszer, amelyel elkészül a stratégiai zajtérkép. Éppen a stratégiai célok miatt, mert itt ez azt a célt szolgálja a térkép, hogy egyrészt meghatározható legyen a kitettség mértéke, mind a lakosság, mind esetleg az érintett védendő épületek tekintetében. Ez az egyik nagyon fontos cél, és a másik nagyon fontos cél, hogy milyen intézkedési tervet készítenek az önkormányzatok a térképen látható eredmények alapján, tehát hogyan csökkenthető a zajterhelés. Miért fontos ez? Milyen problémákat okozhat, ha túl nagy a zaj? Alapvetően akár a hétköznapi teljesített, itt a stúdióban egy-két zaj lenne, akkor biztos, hogy maga a riport nehezebben zajlana, de természetesen a mindennapi életünket, a munkánkat, a pihenésünket zavarja, tehát szinte minden pillanatában érhet. Megszokjuk, vagy legalábbis egy darabig megszokjuk az adat, például, hogyha mondjuk különböző lakásokat nézünk, aki ott lakik, az nem érzékeli zajosnak. Vagy azt akár hiszi? Nem, igen, de csak azt hiszi, és hogyha egy olyan ember megy oda, aki még egy kis faluban lakik, vagy egy csöndesebb utcában, annak az már egyből hallani fogja, hogy de ott azért két utcával arrébb megy egy villamos, vagy hiába nem a főútra nézünk és az udvarra, én azért hallom, hogy ott elment valami, vagy a troli. Minden relatív. Mit tudunk megszokni? Persze. Milyen mérték az, amit megszokunk, vagy bármit el tudunk engedni? Hát ugye a megszokás lehetséges, mondjuk természetesen egy kisgyermekes anyuka vagy apuka, ugye a gyermekének a hangját másképp látja a dolgot. Ha Vecsést említette, mondjuk ott meg lehetne kérdezni az odaki költözőket a reggeli vagy hajnali kakas kukorékulás tekintetében. A megszokás egy veszélyes dolog ilyen szempontból, mert lehet, hogy kvázi fülünk adaptálódik valamilyen módon, nem érzékeljük ezt a zajt, de akár közvetlen, akár közvetett hatásra továbbra is, mint például stresszfaktor hathat ránk. Tehát talán úgy tűnik, hogy megszoktuk, de
de akár a teljesítőképességünket is csökkentheti ez. Tehát itt azért nehéz a megszokásnak a fogalmát egyértelműen meghatározni. Van valami olyan érték, ami felett már kifejezetten káros a zaj? Vagy veszély? Nyilvánvalóan vannak különböző zajszint értékek, amelyek akár rövid, akár hosszú távon halláskárosodást okozhatnak. Ugye ma nap mint nap láthatjuk, hogy a fiatalok a fülükbe dugott fülhallgatóval sétálnak föl s alá. Lehet, hogy egy részletes felmérés mondjuk egy 30 évvel ezelőtti hallóképességet és egy 30 évvel ezutáni hallóképességet összevetne, akkor furcsa eredményeket produkálna. De természetesen vannak ilyen zajszintek. Az is lehet, ez csak egy érdekes kérdés jutott ennek kapcsán eszembe, hogy ha már a 30 évvel ezelőtti összehasonlítást nézzük, lehet, hogy azért nem érezzük már annyira zajosnak a külvilágot, mert mondjuk tompult a hallásunk, és igazodtunk nyilván a környezethez. Az urbanizáció hatása nyilvánvalóan érvényesül az, hogy milyen környezetben nőttünk föl, hogyan szocializálódtunk, mi az, amihez most én használom hibásan a kifejezést, hozzászoktunk esetleg ebben az esetben. Természetes, hogy azért a zajforrások száma jelentősen nő a tágabb környezetünkben, a lakásunkban is gyakorlatilag. Kérdezek még csak egy rövid választ, hadd kérjek, hogyha elkészült egy ilyen stratégiai térkép nagyvárosokról, befolyásolhatja ez mondjuk egy főútvonal vagy egy vasúton elérését? Ez a célja. Tehát ennek ismeretében gyakorlatilag bármilyen új beruházást, forgalomtechnikai megoldást vizsgálni lehet, értékelni lehet és kell is, hogy a stratégiai célok elérhetők legyenek. Állomás mellé inkább pláza, mint lakóház. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen!